most, amit csak eddig tanultuk. Jól játsztam, Fatalibn. Mint ördög a pokolban. Lássál, mert Bornemiszt a tiszteletes, hogy mint rontja meg egyetlen lányát főbíróromnak. Meg engemet is. Én már úgy a komédiában élek, nem is Lea vagyok, hanem a gyenge Klorinda. E meg itten a gonosz Néra. Immáron vége a komédiának. Mivel a három játszó személy közül kettőre halálítélet borul, nem élhetnek tovább. Ó, te hóhér vadbarom, hiszen a szemed kigurul, ha susira nézöl. A sakin sakrendelete követelem, értve? Hát viszont én meg a pecsevicsük, szandzsákbék vagyok és megkegyelmezek. Én pedig a pecsevik kádi vagyok és hitelesítem a kegyelmet. Nem kádi, hanem az elítélteket rejtegető áruló. Vélök egy végezetre jutsz. Úgy éljek én. Mondd, Gyergyics aga, téged még soha nem ítéltek halál. Ládikámból húzzam elő az ellenet hozott végzéseket. Na, mi légyen? A múltkor érkezett egy akasztási parancsholmi Ahmed ellen. Hát Pécset száz Ahmed is rohangál. Ez meg követeli, hogy valamennyi Ahmedet lógassam fel, csak hogy a pecsétes papírosnak igaza legyen. Törvény, rend és tiszta erkölcs nélkül szétzűjjed a birodalom. Mert mi nem üszínjáték tanítatik itt a kádi palotájában? Szicília, Etna, Taljánok. És az ellenünk harcoló császári sereg csúrik Taljánokkal. Kedvet csinálnak az ellenséggel való cimborállásra. Netán muzulmán, igaz hitű játék nincsen? Hogy ne von? Ambrus először Leila és Mesnun szomorú históriáját ajánlá. De nékünk nem tetszett, mert ki se látunk muszlim piszokból és szeméből. Folytonosan a müezzin gajdolási, a dervisek ümmögési, a mullahob mormogási. Ha szebb nincs, tehát álmodjunk szebbet, és ezért szerzi ő kértünkre a szicíliai versengést. Ibrahim kádi, te már elég koros vagy, legyen eszed. Oltalmaznád háremed az e fajta pogány veszedelemtől. Legyen, ahogy akarod. Mutatok én neked, Gyergyics aga, külön komédiát. Na ej, hová is tettem a csodatévő kádi varázslatos kerestály globuszát? Na majd kukucskálhattok ti olyat, hogy hókusz-pókusz. Ja, ezt én is látnám. Csak még fönne pogányság ne légyön. Nem lészem benne. Saját szemetekkel látandjátok, saját fületekkel hallandjátok, hogy amint a felséges, szentséges padisak negyedik Mehmed, és a hitetlen gyaur bécsi császár első lipót, miként alkudoznak Buda várának birtoklásáról és a világról. Micsoda mirákulum! Jaj, Ibrahim, hát neked dzsinned vagyon, hát mint Aladdinnak. Na, de most aztán vesztek figyelmezzetek, mert aki a varázslat alatt nem elég ájétatos, annak púp kél a hátán. Kezdődjék. Te gyaur disznó! Te krisztustalan, pápátlan, köröztöletlen fosógém! Te beszélsz, te koszos, nálad még feredő sincsen, és disznóhúst hüllőt, minden piszkot zavász, és körülmetéletlen vagy, mint az állat. Hát te, az én kertembe jársz rabolni, zabálni, és mi nálunk vásálsz kakukkos órát, mert nálad még egy óra való mesterember sincsen. Hallják a népeim? Itt nincs senki. Hisz akkor kettesben vagyunk. Édes szerelmesem, filemile csattogású gyöngyvirágom. Narancscsecsű, darázsderekú, szép szerető. Pacsírta szagú lilium szála. Minden jó. Szeressük egymást. Úgy is, mint ollan gonoszak. Vimádjuk egymást titkon, népeink feje felett.
Nem hallja senki? Nincs itt a kamarilla? Nincs itt a Szerail. Hidd meg, angyalom, még a saját testvéröcsémtől is félhetek. Csak tűled nem, mert minden terheimtől megszabadítasz engem. Pedig féltem, hogy zokon veszed. A veszélyes, féktelen, ifjú, birodalmi hercegek nem bírok vélek. Folytonosan piszkálnak téged. Önteltségükben immár Budát fenyegetik. Az a jó, vegyék el tőlem. Azután tovább Szegedet, Pécset, Eszéket, a Dráva, Száva vidékét. Ugyan miért? Arany szízecském, ne hagyd meggyalázni magad. Küld Buda felmentésére, Hajdarkán tatárjait. Megláld, az én rakoncátlan hercegeimet mind agyonverik. Még mit nem? Hajdar meg nem állana Bécsit, Párizig. Csinálna roppant tatárbirodalmat, és mink hová lennénk? Nem is vagy te nékem igaz szeretőm. A fiatal hercegek fejemre hágnak, ha ki nem pusztítod őket. Édeni szálom már pedig el kell veszítenem Budavárát, a Dunatisza melyékét, mivel ottan táboroznak legravaszabb hadvezető vasáim, és testvéreimmel mind jóba vagynak. Meddig rettegjek tőlük? Majd részint csatában elesnek, részint elbánhatok velek a csatavesztések mián. És engem hagysz a csapdába? Nem én küldtem őket ellened. Nem adtam nékik a hadjáratra egy fapicskét sem. Kurfürsztjeim magok tették magokat hadvezérré. Nem őket neveztem ki, hanem olyan vén agyalágyultakat, mint Karafa, Lobkovic, Hóher, Löffelholz. Azok ugyan meg nem nyernek egy csatát sem. Vezetésök alatt népeimből százezrek hullanak el, míg a tiedből egy tucat. Akasztani antul inkább tudnak. Mulatságuk a vértörvényszék. Lekaszálják nemzetjeimet. A rebellis magyart, a kedvtelen csehet, az osztrákot, németet, mindent. Így aztán semmi veszedelem. Dicsőséggel trónolhatok. De hún vagyunk már ettől. Picinke, húrim, én értlek, de te is érts meg. A népeim vérit nékem is folyvást folyatnom kelletik, mert vagy ők élnek, vagy én. Annyi hepciás nemzetem vagyon, nyomorúságokban Allahot, Jézust, Jehovát kiáltnak, s etetni sem bírom őket, a szívem vérzik. Mivel tömjen bé azt a békétlen tátogó nagy szájokat? Millen időjük. Leghelyesebb volna nemzetjeink az utolsóig kiirtani, hogy ne fájdítnák szívünket. Biza, csupán mind ketten maradnánk, és végre zavartalan szeretnénk egymást. De mindig csak szemtől szembe, mivel ha egyik a másikat hátulról szeretné, az elülső nem tudná, hogy a hátsótól nem sújtatik egy kupán. Amekkora szépséget, akkora bölcsességet. Ilyeténképpen egyikünk magára maradna minden világon. És éhel volna, mert se földmíves, se kertész, se pásztor. Hát én nem is tarolom le végső szálig a németet, szlávot, de még a magyart se. Velem született jóságomnál fogva, élek-halok minden népeimért, akármely háládatlanok. Engemet is így bolond jó szívvel béllele Allah. Két angyali szeretők, hát mit tehessünk? Sírjuk. Vége a jelenésnek. Szemenszedett hazugság az egész. Ej, pedig Gyergyi Csaga, mintha te szólottál volna fönnött azon a magas trónuson. Vagy netán ilyen trónus szolgálja vagy te? Hová csörömből ezekkel a fazokokkal? Le a kisasszony. A főtérre, Gázi Kelszín Mosa dzsámijának szomszédságába. Miért kíváncsi? Elkísérhetem? A száját befogja és nem hírezteli, hogy atyám ott őriz menekülteket. A kisasszony mit gondol rólam? Én adnám fel a bújdosókat, mikor magam is az vagyok. Nem gondolom, csak figyelmeztettem. Különben is bárki látja, csak nem fú nagy ügyet belőle. Még a tigris pofájú Gyergyi Saga sem. Mert nem holmi veszélyes konspirátorok, magyar urak. Levi Tízlet hajdani nagyságok, egykor hatalmas politikusok. Most a négy aggastyán. Gyűjjön, segédem akadt. Nem kell a nehezet magam cipelnem. Én pedig le. Manifestálom, verifikálom, hogy az is uns volt, aki azt meri állítani, hogy még itt Pécset.
Törökországba van, mert Árpádoknak ez itt magyar terület. És hol vagyunk az a paragrafus? Úgy az aranybullában, mint a tripárci tombban, vagy akár hol mely megengedni, hogy idegen Ármádia gyűjjék be. Tudnak ilyet citálni? Na, ugye, hogy nem? Ergo, itt egy török nincs. Legfeljebb vendégségben. Na. Pontos! Igazol önnek, Kollár gróf uram. Csak hogy mi magyarok az ottomához a törgeljük a kétfejű sas ellen. Ezt én mondom Kakasházi Dörögi Gáspár, kurucvitész Tököli alvezér. Ez hűtelenség, mink meg Bécset úszítjuk Konstantinápolyra. Aki kuruc, az a paurokkal cimborál a rend ellen, és közöttünk helye nincsen. Új dózsa rebelliót szít, és takarodjék innét. Még hogy engem vetnek ki, Herr Freiherr Redelmund Rakulec, Ausztria Bérönce! E unakardom! Szerencsejére, hogy bérosdát! Talán a pápista angyal őrizé méltságodat. Én? Ausztria Bérönce? Hát nézzen reám! Fél szemem veszíté a harmadik Ferdinándus elleni hadjáratban, a francia seregben, de hogy Martalóc, Kuruc, Labanc volnék, az sosem volnék. Elég baj, mert az igaz magyar ember nem lép holmi franc bataljonba. Jó, csak némöd. Hát tudja meg az úr, hogy én még az ördögök ordájába is beállnék, ha meg kell vívnunk édus hazánk. Csönd! A letevém, a garas. Hungária szent és sérthetetlen, ez alkotmányunkban vagyon, maga az Úr Isten, az Jézus Krisztus. A Szíz Mária. Továbbá Szent István. És Szent László király egy nagy erőse. És a pokol sem veszem diadalmat fölötte, de hogyha török, tatár, burkus rajcsúrozik rajtunk. Körül, belül, az ő jogtalanul tevé, és felmérjük neki méltó büntetését. Miért ne büntetést Mahomedre meg Leopoldusra, csak legyen, aki foganatosítja, mert mink adózunk. Ennek is, annak is, egyformán, jobbágy, nemes, főrend, mit tehetünk? Fogunkat csikorgatjuk. Tehetünk, igenis tehetünk, nagyon is tehetünk, mert példának okáért én nem tűröm tovább asztalonnál eme bocskoros, nemes vagy nem nemes. Hogyan rossz sem? Hát tudja, ki vagyok én? Magyarország. Voltak éppen Nádora, mert ha Rákóczi György győzött volna, Nádora, én lettem volna. Egy György úr lengyel királynak készült, s tudván, hogy nem ő osztja a honni rangokat, ha könnyen ígérgette. Hát, hazudok én? Hey, mi fajtú az úr? Olá, tolt, cigány! Me ez a magyarok asztala. És ha nem hajlandó együtt ülni a hős dörögivel, mi se tűrünk az asztalunknál pakulár mócot, puliszkás tótot, lájpisszázt, trombitás cselákot, fütyülő zsidók! Jöjj le a kisasszony! Hát mi szorgalmaskodik itt? Hát telepedjék már ide mellé! Éppen most mondta Korbák farkas uram, hogy nem óhajt együtt ülni zsidóval. Szép zsidó lánnyal együtt ülni és állni, az más. Jaj, ilyen lányom, mint a felisztó. Ez már mégis sok. Én szégyellem helettök. Vén szamarak, bocsásson meg nékik. Tekintse úgy, hogy én követtem el. Megbocsátok.
Magyar vagyok én. Hát magyar vagyok én! Magyar vagyok én! Magyar vagyok én! Mint amikor szegény Rákóczi Györgytől a némethez pártoltam! Szegény hazámért áldozatul cselekedtem. A törököt gyűlölöm, mégis a váradi basához kénytelenítettek államom. Birtokaim a Holdal vármegyékben vannak, ezért állottam át a némettől a törökhez. Na, váradi basa rútúr rászedett, ezért Bécshez fordultam. Töröknél minden marhám elprédáltatott. A földjeimet felveré, a szíksó, a láp, hát kénytelen voltam átmenni osztrák autalomba. Bécs nem osztott nékem igazságot vagyonom, elfolyt még, a lajb is lekoszlott rólam. Hát így menekültem Bécsre. Én is. A német még apsitot sem adott. Én is, Intapalinta. Jaj, nem gyűsz virág szálom, hát hűtelen vagy hozzá. Uraim, terítve, szállalva. Megint babot! Ez szudarság, panaszt emelük! Bekedves voltál. Nem félsz, hogy megeszlek? Erigyen, tám az öreg urak gusztust csináltak rám. Nem is Lea vagy, hanem Rebeka. A tevéket az, ki megitatta. És az esztelen aggok bántalmi gyámolítójuk ellen mely gráciával viseléd. Ez sok méltóságos úr észre nem vevé, hogy az egyetlen méltóság közöttük te voltál. Irgalom és alázat méltósága. Meg kell halni, érted? Ambrus, kérem, Ambrus, gondolja meg! Két másféle világban élünk, a tiéd Jézus, az enyém Jehova! Sem Jézus, sem Jehová nem tiltál, hogy szeressük egymást. Én atyámé vagyok, és Sidónő vagyok, és az is maradok. Szeretlek, Ambrus, de te köröztjén vagy. Ne rossd meg magad! Ne gyalázd meg engem! A két fejű sas! Isten, így akará! Dehogy is, a két fejű szörnyete! Ambrusom, kedvesem irgalmat! Ambrus! Hölgyeim, folytatnánk a teátrumi komédiát? Leával igen, vélem nem. Mám a fájós a fejem. Susa, ne duzzogj, nem illő hozzá, te kölöptigris. Nem szívelem a mindenféle susorok, szálltam megett. Csúrig vagy valamely titokkal. Én az vagyok, ki voltam, te vizslacolj, kutaszkodom. Hölgyeim, ne pereljenek. Árt a szépségöknek. Azt jelentem inkább. Szalam aleikum. Nocsak, a sárvári herr komisszár. Mi szél oszta erre az oszmánok közzé? Az, ami a deák ura. Követségbe küldtek, és itt ragadtam. Mától én is török valék. Orkán Bég volt, hogy kegyes, hogy rezidenciáján szállást ad a nékem. Budavár német ostroma immár kudarcba fúlt, és mindenhol diadalmas a félholt, és a lófarkos boncsok. Ma holnap körülmetéltetem, és Mahomet vallású leszek. Allah Akba! Nagyot változ a kelmed! Engem még elűzött volt, mivel oktalanul tököli, meg a törökök követőjének alíta. Legyen hálás nekem, már akkor is titkos török párti valék. Ám e férfiú nincsen körülmetélve. Tudom! Tapasztalatból. Valóban? Csak trufáltam! Szépei, óvakodjanak ezen köröztjén prédikátortól. Ibrahim kádi jobban megnézhetnék itt, bocsát, a palotájába. Nem veszedelmes. Ambrus úr csak komédiát tanítja a leánykáknak, ezért szeretik. Hát mindig csak unatkozzam. Komédiát? Emlékezem. Leila és Mecnun. Dehogy is. Amarillis, Klorinda és Néra. Elég nagy hiba, hogy nem török játék. Annak idején pedig épp a török játékot helytelenítés miatta engemet elüldözött. Változhat is az ember. Tudják mit, kedveseim, vegyenek be engem is a játékba. Már a drámai personákat mind kiosztottuk.
Legfeljebb, mikor belépünk Apolló szentélyébe, herr komisszár lehetne, ajtónyitónk. Tiszteletes úr, jöjjön csak ide. De ha merészeled bántani... Állok elibe! No. Ajaked, ez a két dáma az enyém. Értve? És aki ezt nem érti, meg ennek a pofájába mondom, a ronda pofájába, értve? Hogy velem gyűlik meg a baj. Barom állat. Inkább kezdjük a cénát. Játszom én is. Az elejét most elhagyjuk. Én a Marilis pásztor és két vezérlő tündérem, Apolló templomához közelgetünk, az istenség tanácsát kérnénk. Itt lesz a szentély ajtaja. Akik nem játszanak, üljenek félre. Hé, most kajetálják! Oda künn az utcán, hogy elesett Budavára tegnap este. Szulejmán nagyvezír gyors futára hozta a hírt. Mindenki készültségbe! Ne bomoljatok! Nyakunkon a hálót!